Hogyan szólítsalak? Hívjalak mondjuk golyónak vagy fognak? Szólíts Bumbinak, ha az boldoggá tesz. Tani, szeretném, ha megkeresnél valakit. Csak annyit mondok, hogy a matekon múlik minden. Mennyi az annyi? 40 000. Hol látták utoljára? Egy fogadóirodában. Igaza? Add a telcsit, nyuszi. Megvirtoltak egy fogadóirodát. Mit csináltak? Beszélj érthető nyelven. Ez itt az Avétos Kultúrát beszéd bölcsője. De kurva mód nem beszéli senki. Megvirtolták, kirabolták. Most felkerekedünk és lecsapoljuk az infót. Kéne egy stokker. Neked csak én kellek, Rózsa Bimbó. Senki más. A fószer úszott a fekatintába, balzeg. Nem, azt már nem mossa le róla senki. Ráadásul aranyagyara van hozzá. Azt a lőde királyod. Mi az ábra, Tony? Jó színben vagy, öreg? Baba a nyakkendőd. Hogy eltűntél a könnyékről, azt most megint itt vagy? Feltámadtam. Jó erős a vérkeringésem, akár csak neked. Bár ahogy elnézlek, kivirtolta meg bunkó fogadórizáját. Ne csináld már ezt, haver! De megcsinálom, csuma. Foglak és a mókusok szeme látára kiverem belőled a szart. És mit kapok érte cserébe? Tudod, hogy van ez? Így kényelmes? Milyen ironikus, hogy épp a nyakkendőd lesz a végzeted. De az Istenért sem akarlak sietetni. Mi a fasz csinálsz? Kocsit vezetek, miközben te vagy a visszapillantó tükröm. Mit gondolsz, miért hajtok, te pénisz? Tabács, Tori! Fúj, kutyaszarral mostál fogad, kuvasz. Most is egy kicsi, ez ne a kudar! Eszem ágában sincs lassítani. Inkább beletaposok. Hallgassunk egy kis popzenét. Hú, a kedvenc számom. És most mondd el szépen, kik voltak azok. Nem értem. Hétfága gyerek volt. A Swiss-nél is az imadalgasztán. Bízom benne, hogy nem kamúzol, csuma. A kurvaja, máska száll, az a kérfága volt a sátyán. Rém hatékony módszer. Nem túl finom, de hatékony. Fut velünk, vagy kidobjuk. Az orosz a hunyó. Egy orosz? Nem orosz, az a helyzet, hogy gyakorlatilag üzbék. Már csak ez hiányzott. Jól ismerem azokat az überökos üzbégeket. Köp ki a nevét. Jurinov. Boris. Penge Boris? Tehát Boris, mint a golyóálló Boris? Miért hívják golyóállónak? Azért, mert nem fog rajta a golyó. Oroszok. Oroszok. Tudhattam volna. Rohadt antiszemita kozák köcsögök. Mit tudtok erről a golyról? Volt KGB-s vamzer. A legnagyobb titokban képzett titkos ügynök volt. Szinte lehetetlen lesz megtalálni. Igen? Apa, egy furcsa alak egy 84 karátos követ akar nekünk eladni. Honnan érkezett? Nem tudom, de az biztos, hogy orosz akcentussal beszél. Nem könnyű esett a srác, csak óvatosan. Utálom a ruszkikat. Elintézem. Tiéd a terep, Rózsa Bimbó, öreg harcos. Hamar fog menni. Vigyetek el orvoshoz! Igen, jó, ez egy szadista állat! Nagyon fáj! Persze, hogy elviszünk, de előbb a kőkendőzi. Az első a kőosztályú eltadoki rendben, és nem akármilyen doktorhoz viszlek, mácsik. Egy rendes zsidó dokihoz viszem a rózsámat. Keresünk neked egy rendes zsidó orvost! Vedd el a kulcsát, aztán derítsd ki, hol van a kő. Most aztán nem versz át orosz medve. Finomabb a Rózsa Bimbó. Hé, azt akarod, hogy beszéljem, vagy nem? Jöttök, vagy mi lesz? Nem, várunk még egy kicsit. Nem optimális a helyzet. Előbb követjük őket. Miért iszod azt a halálos löttyöt? Tejet? Miért mondod ezt? Mert ellentmond az evolúciónak.
Jaj, ne fárasz. Hogy akarod megölni? Mondjuk, lelövöm. Nem lesz túl hangos? Akkor szúrjam le? Az pedig elég hidegvérű, nem? Kinyírjam vagy ne? Majd én kifilézem. Itt a bengém. Ez a beszéd virágom. Lőni is lehet vele? Már hogy ne lehetne? Biztos vagy benne? Ezek csak másolatok. Nem biztos, hogy működnek is. Lövöldözöl, mint egy álmak futó! Nem érted el, hogy egy másolattal is lehet lőni! Nem azt mondtam, hogy a kocsiban lövöldöz! Bassza meg! Te hülye barom! Kipopiszkálnak, jó lesz. Tedd el! Töröld le a vajat és tedd el! Ott találsz egy normális kést. Kevesen tudják, hogy a tehén mindössze 8000 éve háziállat. Azelőtt gondtalanul rótta a végtelen mezőket. Az ember emésztőrendszere nincs hozzászokva tejtermékekhez. A kurva életbe. Megtanultál olvast? Vigyázok az egészségedre! Hoppá! Ami, adjak neked kést? Nekem? Nem, nekem való. Nem tudnám használni. Csak kés az ég szerelmére. A villád soha nem reklamált, hogy hol a párja. Tompa oldal, éles oldal. Mondjam vagy mutassam.